felmásztunk ide a Velencei kilátóba, ugyanis ez a Velencei tó legújabb látványossága. De ezen kívül számos lehetőséggel várják még a turistákat itt a tóparton, erről lesz szó a következő percekben, tartsanak velünk! Volt, aki óvatosan merészkedett be, volt, aki pedig már nyakig elmerült a Velencei tóban csütörtökön délelőtt. Volt, aki csak egy lángosért ugrott le a partra, de a budapesti diákok osztálykirándulásuk úti céljaként választották Velencét, a fiúk pedig nem először járnak a tóparton. Azért járunk ide, mert homokos, napsütötte, és sok a lehetőség. Szép a kilátás, és hasonló egyéb dolgok. Mit jelent ez, hogy sok a lehetőség? Mire gondolsz? Sok a lehetőség. Strand, kaja, osztálykiránduláson vagyunk egyébként, pestiek vagyunk főképp, de alkalmattán jövünk, ahogy csak tudunk. Tervben van egyébként, hogy a nyáron visszalátogattok ide? Mindenképpen. Barátnővel, családdal, 100% hogy jövünk még. A parti szezonális büfék már most népszerűek. A lángos és a hek úgy tűnik sosem megy ki a divatból. Sőt, egyre többen keresik a korzón a teraszokat. Itt leginkább a baráti társaságok pihennek egy-egy hűsítő társaságában. Hogy közeleg a nyár, már érzik a vendéglátósok. Véleményem szerint mindenképp egy pörgős nyár lesz, ez már most is megmutatkozik szerintem. Még hogy most egy ilyen tavaszi részben vagyunk még mondhatni, de este fele is már kezdenek jövögetni, tehát most már ez a kiülős történet igazából már megvan. Mivel másabb, hogyha jól tudom, akkor ti télen-nyáron nyitva vagytok, mivel másabb a nyár egyébként, mint a tél? Hát szezon jellege, tehát ez megvan, tehát Pestről, illetve még Fehérvár ezzel a környékről vonzó ugye a Velencei tó, ez ugye télen nem annyira, nyáron inkább, és akkor ennyiben másabb, tehát télen nyilván kevesebb a vendég, mint nyáron. Szerinted mi lesz az idei sláger nyáron, miből fog a legtöbb fogyni? Hát mindenképp a koktélok talán. Aperol spritz és hasonlók, tehát szerintem valószínűleg ezek lesznek. A Velencei tó partján minden adott ahhoz, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. Ezt már El Simon László országgyűlési képviselő mondta a turisztikai évadnyitó konferencián. A Velencei Tavi Kistérségért Alapítvány alapítója szerint vízi és szárazföldi sportok, strandok, termálfürdő, fesztiválok és különféle programok várják a turistákat. És bár a térség folyamatosan fejlődik, még mindig van, amit korszerűsíteni kell. Hosszú évek óta megnyitjuk a Velencei tó partján a vízisport évadot, és ahogyan a sportolók ennek nagyon örülnek, és nagyon komoly figyelmet jelent a Velencei tó vízisport életnek az évadnyitó, így a turisztikai szereplők is kérték és várták, hogy hasonló legyen ezen a területen is. Ezért terveztük azt el, hogy innentől fogva minden évben a szezon nyitásakor lesz egy komoly tanácskozás, amelyel útjára indítjuk a turisztikai évadot, fölhívva a belföldi utazásszervezőknek is a figyelmét arra, hogy érdemes a Velencei tóhoz jönni, dinamikusan fejlődünk, egyre több a programkínálat, egyre szebb az épített környezet, a természeti környezet pedig önmagáért beszél, és ráadásul a vendégészak a szám évről évre történő növekedés is azt mutatja, hogy bizony a turisták visszigazolják azokat a törekvéseinket és fejlesztéseinket, amelyeket az elmúlt években megvalósítottunk. Folyamatos fejlesztés, növekvő turista szám, vendégészaka szám. Miért érdemes tulajdonképpen a Velencei tó partjára jönni? A Velencei tó most már hosszú évek óta az aktív turizmusnak az egyik legfontosabb bázisa Magyarországon. A vízisportélet, a kerékpáros sportélet, egyáltalán az a gyönyörű környezet, ami minden lehetőséget ad, nagyon komoly csábító erőt jelent. Az utóbbi évek fejlesztései arra adnak lehetőséget, hogy a turizmus számos szegmensében adjunk kínálatot. A négy csillagos szállodákig bezárólag mindenféle szállással rendelkezünk, illetve az, hogy most már hosszú évek óta az EFOT, az egyetemisták és főiskolásoknak a nagy-nagy fesztiválja nálunk van a Velencei tónál, ez újabb vonzerőt jelent, és újabb korosztályok számára tesz ismerté és vonzóvá a Velencei tavat. Milyen olyan programokra lehet számítani, ami mindenféleképpen sok turistát fog ide vonzani hozzánk? Idén nyáron is itt lesz Velencén az EFOT, ami nagyon sok százezer vendéget fog ide csalogatni, és jelentős vendégészakát fog jelenteni. Komoly vízisportfejlesztéseket kezdtünk el, amelynek eredményeképpen a lehetőségeink nagyon nagy mértékben fognak bővülni. A biciklút hálózatunknak a bővítése is folyamatban van, ennek már az érdemi részeit idén is megtapasztalhatják az ide látogatók, illetve a biciklút körüli infrastruktúra is, a biciklútra épülő vendéglátás is jelentősen fejlődik, tehát van miért idejönnünk. Mi most éppen Kápolnásnyéken a Halászkastély előtt beszélgetünk, ahol
valójában országos színvonalú kiállításokkal várjuk a látogatókat. Ez is egy olyan turisztikai destináció lett, amit az utóbbi években visszigazolt a növekvő több tízezres látogatószám. Milyen szezonra számítanak? Ha az időjárás kegyes lesz velünk, már pedig úgy néz ki, hogy az lesz, akkor idén is rekord vendégészakával számolunk, tehát további növekedéssel. Ahhoz, hogy persze ez a tendencia ne álljon meg, és az idegenforgalmi adóbevételeik, illetve az állami kiegészítő támogatások az önkormányzatoknak növekedni tudjon, ahhoz már szálláshely fejlesztésekre lesz szükség. Hála Istennek a Magyar Turisztikai Ügynökség kisföldi pályázatán számos Ferencvárosi tó környéki szálláshelyen rendelkező vállalkozó indult el, és remélhetőleg sikeresek lesznek, de szükség van további új szállodákra is ahhoz, hogy ez a dinamikus fejlődés ne álljon meg. A konferencián szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, szó esett többek között arról, hogy a külföldi vendégeket miként lehetne a tópartjára vonzani. Azt látjuk, hogy jelenleg a magyarországi turizmus, a magyarországi beutazó turizmus borzasztóan Budapest fókuszú. Tehát Budapest a centrum, természetesen Budapestnek van légi kikötője, oda érkeznek a legtöbben. Viszont azt látják egyre inkább, és azt tapasztalják az utazási irodák, hogy a csoportoknak egyre nehezebb szállást szerezni Budapesten, tekintettel arra, hogy a szállodák egyéni vendégekből könnyedén feltöltik, vagy töltik a szobákat. Úgyhogy éppen ezért látok egy hosszú távú esélyt arra, hogy amennyiben Budapest környékén és erre a Velencei-tól egy kiváló adottságokkal rendelkező környezet megfelelő szálláshelyek épülhetnek ki, akkor egész biztosan a csoportos beutazhatásban óriási szerepe lehet a jövőben, hiszen hihetetlen adottságokkal rendelkezik maga a tó és a tó környéke, és emellett Budapest is könnyen elérhető. Külföldről miért érdemes ide a Velencei tó környékére jönni? Megnéztem a statisztikákat, amikor készültem a mai előadásra, és azért láttam, hogy egyelőre a külföldi vendégek száma elég alacsony a Velencei tó környékén, tehát van mit javítani ezen. Én azt hiszem, hogy itt olyan adottságokkal rendelkezik a Velencei tó és környéke, amelyek egyedülállóak. Gondolok itt például, amit említettem, a csoportos beutaztatásra, a sportturizmusra, tehát egy fantasztikus kerékpárút van a Velencei tó körül, van egy fantasztikus madárdal ösvény, van egy hihetetlen új kilátó, ami az autópályától egy perc, és mégis nagyon kevesen tudnak róla. És a cél szerintem elsősorban az lenne, hogy ne csak egy nyári úti célja legyen a külföldi, valamint ugyanígy a belföldi turistáknak is, hanem inkább legyen egy 4 évszakos destináció, ugyanis a fürdők, a termálvíz és egyéb adottságok miatt ez megvalósítható. És miként lehetne ezt elérni? Én azt hiszem, hogy az elsődleges kérdés az a szállás, illetve a szállásfejlesztés. Ugye jelenleg a Magyar Turisztikai Ügynökségnek van egy olyan programra, hogy lehet pályázni szállásfejlesztésekre. Bízom benne, hogy a Velencei tó környéki szállodák is élnek ezzel a lehetőséggel, és amint itt minőségi szálláshelyek lesznek, akkor egész biztosan ez az irány megváltozhat, és valóban sokan fogják választani a Velencei tó környékét is arra, hogy innen induljanak el egynapos programokra, ugyanis minden nagyon könnyen elérhető. Ugye aki ma Magyarországra érkezik, és hogyha megnézzük az átlagos tartózkodási időt, ami 2,6 vendégészaka, tehát nagyon rövid, ez alatt a rövid idő alatt nehéz sok mindent megmutatni. Egyébként vidéken ez valamivel magasabb ez az átlag, valamivel 3 vendégészaka fölött van. De a Velencei tótól nagyon könnyen megközelíthető Budapest is, ahogy már említettem. Ugyanígy a Dunakanyar, ugyanígy az Alföld, és többnyire ezek azok a programok, amiket a külföldi csoportok kérnek. Illetve a másik pedig, hogy megfelelően kellene fókuszálni azokra a küldőpiacokra, amelyek elsősorban a vidéket látogatják, tehát értem ez alatt például a környékbeli országokat, mint Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ausztria, sőt Németország is. Nyilván látjuk azokat a trendeket, hogy például az Egyesült Államokból több mint 90%-a az ideérkező turistáknak Budapesten maradt. Tehát őket nehéz megszólítani a vidéki viszonylatban. Az említett országok esetében, tehát amennyiben ezekre a piacokra fókuszálunk, ezeknek az országokra
országoknak a turisztikai vásárait látogatjuk meg, vagy pedig olyan utazási irodákat keresnek meg a velencei tavi szolgáltatók, akik ezekből az országokból utaztatnak Magyarországra, szerintem akkor sikeres lehet a jövőben az a cél, hogy, illetve megvalósulhat az a cél, hogy minél többen érkezzenek a velencei tó környékére, de hangsúlyozom még egyszer, a szállás fejlesztéséhez természetesen elengedhetetlen. A Tour de Hongrie turista csalogató szerepéről is beszéltek a program keretében. A Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny a világon számos országba elviszi az ország jó hírét, amire járunk, bemutatjuk a kamerákon keresztül minden egyes rajt és célvárosnak a legszebb részeit, egy szép kastélyt, egy szép tavat, egy szép kikötőt vagy egy strandot. Arra számítva, hogy ez ide csábít néhány turistát a következő években, hiszen a Tour de Hongrie az Eurosporton keresztül több millió ember ezre jut ebben az évben. Tehát akkor nem csak azokat szólítja meg tulajdonképpen a verseny, aki a biciklit szereti nézni, hanem aki szereti a szép tájakat, azt is. A biciklisek szempontjából miért fontos ez a verseny? Hát egy picit lehet, hogy meglepőt fogok mondani, de egy ilyen kerékpárverseny nem sportesemény, hanem turisztikai attrakció elsősorban, másodszorban pedig sportesemény is. A világon mindenhol a kerékpározás a turisztikáról szól, akár azért, mert valaki hobbiból megy el biciklizni, és így keresni azokat az utakat, ahova el szeretne bringába jönni a családjával, akár csak egyszerűen a médián keresztül megismer egy új régiót. Mindeközben izgalmas sportesemény zajlik a háttérben, de maga a sport és a turisztika a kettő egymás mellett működik. Beszéljünk egy kicsit az útvonalról, hogy akkor mik azok a konkrétumok, amikkel tulajdonképpen szeretnék megismertetni a nézőközönséget, a televízió nézőközönségét, és azokat, akik még nem jártak ezen a vidéken. Hát igen, az is jól látható talán idei útvonalból, hogy abszolút turisztikai szempontból választottuk így, merre megy a verseny. Ugye Balaton is térsége az első két nap, utána Velencei tó és térsége, egy Hajdúszoboszló, Észak-Magyarország és Budapest, így talán így a szakaszok. Az első Siófokon kezdünk, augusztus 14-én, kedden délután. Aztán lesz egy Balaton-Almádi Keszthely szakasz, Balaton parton, Balaton felvidéken végigteker a mezőny. Tehát jön egy Velencei tó Székesfehérvár szakaszunk, a mezőny át fog vonulni Kelet-Magyarországra, és egy Cegléd-Hajdúszoboszló szakasz lesz a következő, egy alföldi teljesen szík, nagyon hosszú 200 km-es emberpróbáló szakasz, vagy egy hegyi etap, egy karcag még az alföld, de onnan megyünk Miskolcra a Bükkön keresztül, tehát egy karcag-Miskolc szakasz következik, és ez egy budapesti körpályás verseny augusztus 19-én vasárnap. Ebben a térségben mely csodákra, tulajdonképpen természeti csodákra és építményekre hívják fel a figyelmet? Hát a Velencei tó elsősorban, ugye amit szeretnék megmutatni, azt a térséget, meg is kerüljük a Velencei tavat, Velencére indulunk, visszajövünk Velencére, Kápolnásnyék, a kastélyot lesz egy részhajrá, és utána innen fog a mezőn tovább haladni, és eljutunk Oroszlányig, átmegyünk itt a Dombokon, és visszaérkezünk majd Székesfehérvárra. Székesfehérváron lesz egy körpálya a városban, két kört fog megtenni a mezőny, háromszor fog átvaladni a célvonalon. A mezőny Székesfehérváron, igyekszünk Fehérvárról is sok mindent megmutatni a médián keresztül a nézőknek. A konferencián az is elhangzott, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség elkészített egy kormány előterjesztést. Amennyiben ezt elfogadják, a térség kiemelt turisztikai fejlesztési területté válhat, és 10 olyan nagy beruházás valósulhat meg, amely turisztikai szempontból jelentős fejlődést jelent. Mindez közel 10 milliárd forintból valósulhat meg a jövőben. Az én megítélésem szerint a Velencei tó turisztikai fejlődése egy mérföldkő előtt áll, és a április 8-ai választások után bizton állíthatom, hogy át is fogja tudni lépni ezt a határt, és be tud lépni egy új fejlődési ütembe. És ez annak köszönhető, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség által elkészített kormány előterjesztés, amelyet a kormány már első olvasatban tárgyalt, a Velencei tó tekintetében kiemelt turisztikai fejlesztési területté minősítheti a Velencei tavat, és ezzel teljesen új lehetőségek nyílhatnak meg a Velencei és a tó környéki települések és az itt élők számára, nem beszélve az ide látogatókról. Milyen fejlesztésekről van szó? Hát én összességében talán a nagyságrendet szeretném először felvillantani, hogy ebben az előterjesztésben közel 10 milliárd forint értékben
nagyságrendben 10 olyan fejlesztést nevesít az előterjesztés, amely fontos a tónak, és a tó egész környékét érinti, tehát nem csak egy-egy települést, hanem a tó egészét érintheti. Nem szaladnék előre, tehát tulajdonképpen annyit szeretnék mondani, hogyha ez az előterjesztés véglegesen elfogadásra kerül, hiszen az oka, hogy a kormány véglegesen még nem fogadta el, az volt, hogy az egész budapesti agglomerációról kíván egyszerre dönteni, hiszen a Dunakanyarról már döntött, Gödöllő, Ráckeve, Etyek és környéke és a Velencei tó ezeken a pólusokon most már elkészült az előterjesztés, úgyhogy nincs akadálya, talán jelenleg annyi, hogy még nincsen új kormány. A mai napon miniszterelnök úr, hogyha leteszi az esküjét, akkor onnantól kezdve a kormány alakítás formálisan is megkezdődik, és én csak azt tudom remélni, hogy az első döntések között erről fog dönteni a kormány. Annyit lehet-e tudnunk, hogy ez a nagy beruházás mely területeket érinti majd? Tehát gondolok itt arra, hogy a sportot, szállást, vagy úgy ámblok tulajdonképpen mindent? Hát, hogyha csak azt az elemét tekintjük, hogy kiemelt turisztikai fejlesztési terület lehet a Velencei tó, ez azt jelenti, hogy közvetlen nemzeti forrást lehet ide csoportosítani a turizmus fejlesztésére. És olyan módon, hogy ez a turizmus vállalkozói szféráját is érinti, az itt élőket, az ide látogatókat, közlekedési infrastruktúrát, épp úgy, mint szálláshelybővítést. Tehát ez egy nagyon sokszínű, az a közel 10 milliárd forint, az pedig az a fejlesztéseknek a zászlós hajói, tehát egy-egy olyan fejlesztés, amiről a turisztikai ügynökségnek az a meggyőződése, hogy az az egész területnek a turizmusát meg tudja emelni. Kedves nézőink, ennyi fért már az esti mérlekben, az pedig, hogy megtelik vajon ez a strand, az csak a nyári időjárástól függ. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tejtik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!